Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, nagy tisztelettel képviselőtársaimat, jegyző urat, a hivatal dolgozóit, intézményvezetőket és minden kedves érdeklődőt a helyszínen és a televízió képernyők előtt. Mai ülésünket 10 óra 13 perckor megkezdjük. A múlt héten postázásra került a üléssel kapcsolatos napirendi pont tervezet. Ezt képviselőtársaim megkapták a előterjesztésekkel együtt. Ehhez képest még kaptunk két napirendi pontra előterjesztést, amit szeretném, hogyha a képviselőtestület felvenne napirendi pontok sorába. Az egyik, amit a soron kívüli pénzügyi bizottság ülés tárgyalt az ülés előtt, ülés megelőzően, az átvezetett hatáskörök vonatkozásában. Ezt szeretném, hogyha az első napirendi pontot követően második napirendi pontként vennénk fel, valamint a pénzügyi bizottság határozata, illetve javaslata a közbeszerzési bizottsággal kapcsolatban, hogy a képviselők kapjanak meghívást és jelen legyenek a közbeszerzési bizottság ülésén. Ez lenne az utolsó napirendi pont, illetve az utolsó előtt, hiszen az utolsó napirendi pont a kérdések és a közérdekű bejelentések. Kincses László képviselő úr, ügyrendi. Két témakört szeretnék a képviselőtársaknak a véleménye felé irányítani, miszerint az egyik az az, hogy a tényfeltáró bizottság a közmunkaprogrammal kapcsolatban olyan állásponton van jelen pillanatban, hogy a közmunkaprogram szükséges ellenőrizni, és ehhez az ellenőrzéshez a tényfeltáró bizottság két tagját ellenőrzési jogkörökkel ruházta föl. Kérdezni szeretném, hogy erre a ellenőrzési jogkör felruházása jegyzőről nincs-e szükség testületi döntésre, mert ha nincs, akkor rendben van. A másik azonban szerintem egy nagy horderejű információ, ami a Bene Gyula utcai építkezéssel kapcsolatban érkezett hozzánk tegnap este, és ezt a tegnapi információt az lenne a javaslatom, hogy majd valamikor, amikor eljutunk az utolsó napi rendi pontig, de még nem térünk rá a kérdésekre és közérdekű bejelentésekre, tárgyaljuk meg, mégpedig bizottsági keretben, mert különben egyébként dönteni se fogunk tudni semmiről, hogyha nincs előtte javaslat. Márpedig ez szerintem javaslatot igényel, tehát megint át kell majd alakulnunk, hogyha a sors úgy hozza. Én annyit tudok most megígérni, hogy nem fogom, hogy mondjam, kihasználni a maximális időkeretemet ahhoz, szépen, hogy ez a napirend oda kerülhessen, ahova méltó. Nem volt észrevétel, csak egy kérdés. Ja. És akkor, amit parancsolj. Én azt gondolom, hogy ehhez most képviselőtestületi döntés nem szükséges. A tényfeltáró bizottság az adott napirendi pont kapcsán megbízta, felkérte a két érintett képviselőt ennek a közmunkaprogramnak az ellenőrzésére. Ez a folyamat ez úgy fog megtörténni, hogy amennyiben az ellenőrzések során bármi olyan tapasztalható, ami intézkedést igényel, az nyilván vissza kell, hogy kerüljön a tényfeltáró bizottság elé, és tudjuk azt, hogy a tényfeltáró bizottság javaslattal érhet utána a képviselőtestület irányába a szükséges intézkedések meghozatalára, tehát ez mindenféleképpen, amennyiben szükséges, vissza fog csatolódni a képviselőtestület felé. Köszönöm. A Bene Gyula utcával kapcsolatosan, ha jól értelmeztem, akkor képviselő úr azt vetette fel, hogy mielőtt testületi szintre kerülne ez a dolog, előtte mindenféleképpen bizottsági szintre kell hozni, hogy a bizottságok ezt megismerjék, megvitassák, tudjanak tenni javaslatot, és csak utána kerülhessen képviselő testület elé ennek a tárgyalása. Igen, ez a történet, meg még ma. Hát annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egyrészt ebben írásbeli előterjesztés nem készült ennek a napirendnek a pontnak a megtárgyalásáról. A másik, hogy én nekem esetlegesen olyan információm vannak, hogy véletlenül még e hónapban egy másik ingatlannal kapcsolatos ügy megtárgyalása is véletlenül képviselőtestület elé
kerülhet. Tehát azt gondolom, hogy egy alaposabb előkészítés után ez akár a jövő héten megtörténhet. Soron kívüli bizottsági és testületüléssel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, képviselő, akkor így megfelelő, ugye? A problémával még az ügyek kapcsolatban, hogy az építkezés folyik. Tehát egyszerűen abban a helyzetben vagyunk, hogy minden nap magasabb. És az a mozgásterünket szűkíti. Igen, de nem hiszem, hogy ma ebbe előrébb jutnánk, ha átalakulnánk bizottságá is, akár a testületülés végén, vagy csak előtté. Mondom, hogy ez valamennyivel. Problém. De azért az, amit képviselő úr bejelentett közben, mikor ezt a kérdést feltette, akkor remélem, akkor azt ahhoz is tartja magát. Köszönöm szépen. Mindezek után tehát a javaslatom azokkal a kiegészítésekkel a napirendi pontokra, amit képviselőtársaim megkaptak, illetve a kiegészítéseket felsoroltam. Aki ezzel egyetért, illetve véleményt kíván formálni, az most szavazzon. Tíz igennel, egy tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. Első napi rendi pont, jelentés lejárthatályi idejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Kérdése van-e valakinek? Balázs Sándor képviselő úr. Kérdezném, hogy szeptember 26-án történt egy egyeztetés a két alpolgármester és Keserű László jegyző úr között a polgármester asszony helyettesítésével kapcsolatban, és azt szeretném megtudni, hogy ki milyen feladatot vállalt ebbe a helyettesítésben, tehát mibe egyeztek meg végül is a jelenlévő felek, illetve kérdezném szeptember 27-ével kapcsolatban, ahol Bodó Sándor államtitkár úr és Pajna Zoltán elnök jelenlétében beszélgettek különböző pályázatokról, hogy itt a Bene Gyula utca szóba jött-e bármilyen formában, tehát nem hivatalos formában is kérdezném. Tehát esett-e említésről. Köszönöm szépen. Az első kérdésére válaszolok, ha megengedi képviselő úr. Szeptember 25-én délután jegyző úrtól alpolgármester kollégámmal kaptunk egy telefonhívást, hogy szerdán reggel, mert 26-a szerda volt, szerdán reggel, ha tudunk, jöjjünk be a hivatalba, egyéb ügyek megbeszélése tárgyában, én akkor, illetve azt hiszem a polgármester is akkor szembesült azzal, hogy polgármester asszony akadályozva van most a munkába, és a következő testületülés, ami két nap múlva következett, annak a lebonyolításáról váltottunk szót, illetve a önkormányzati törvény alapján az alpolgármesterek helyettesítése került szóba, tehát külön, amire a képviselő rákérdezett, hogy ki milyen megbízást kapott, ilyen nem történt. A eddigi gyakorlatnak megfelelően, illetve az önkormányzati törvény szabályozásának megfelelően látjuk el a polgármester kollégámmal a polgármester távol létében a helyettesítést. Többek között a testületülés vezetése, az egyéb hivatali ügyek, ami aláírást, intézkedést, képviseletet jelent. Erről váltottunk szót. A második kérdésére megkérem irodavezető, azt mondja Erikát, hogy válaszoljon. Tehát én, mint városgazdálkodási irodavezető és Hédi, mint városfejlesztési irodavezető vettünk részt ezen a megbeszélésen. Nem ez volt az első, ilyen már augusztusban is volt, mikor a Magyar Állam Kistár és a megyei önkormányzat összehívta ezt a megbeszélést. Az aktuális topos pályázatok helyzetéről volt egy rövid egyeztetés, hogy hogy állnak a közbeszerzések, hanyadi közbeszerzés került már kiírásra, melyik pályázatnál, az indikátorok teljesítése hogyan lehetséges, illetve hogy a határidőknek a tartása mennyire lehetséges. Azon a megbeszélésen elhangzott, hogy mivel valószínűsíthetően a sok eredménytelen közbeszerzés révén a határidő nem tudjuk tartani, azért minden pályázat esetében egyedi kérelem kerül benyújtásra, melyben kérjük, hogy a kivitelezés és maga a közbeszerzési eljárás lefolytatása a következő évre átcsúszhasson. Erről szólt az egyeztetés. Köszönöm szépen. További kérdések, amennyiben
Dúró Ferenc képviselő. Október 3-án tartotta a Pisvalányi helyi közösség helyi akciócsoportja soron következő taggyűlését. Itt is a polgármester akadályoztatása valószínűleg felmerült, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy ki vezette ezt a taggyűlést. Kérdezem, hogy ki tud rá válaszolni, mert én nem voltam jelen ezen az ülésen. Tamás. Viola vezette, polgármester asszony helyettese. Nemes Erzsébet Viola, a kisének az elnöke. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kincses László képviselő úr. Kérdezném, hogy szeptember 21-én vagy 22-én volt a Birkozó Diák Olimpia országos döntőjének megnyitó ünnepsége, mert kétszer szerepel az anyagban. Nem igazán gondolnám, hogy... Ne nincs tévesszel, tehát ez így van. Jó, csak akkor lehet volna valami magyarázatot fűzni hozzá. Ettől sokkal fontosabb nyilvánvalóan az, hogy a topos projektekkel kapcsolódó információkról én egy hónap ezelőtt tettem fel hasonló jellegű kérdést, mint képviselőtársam, és akkor erre semmilyen választ nem kaptunk. Most sem mondhatom azt, hogy a válasz kielégítő lett vagy lehetett volna. Én legalábbis úgy érzékelem, hogy az ügyben sokkal több a titkolózás, mint amennyi lehetne. Október 4-ével kapcsolatban kérdezném, ez ugye Sárét udvariban volt egy ünnepi átadás, kisképviselő az elmúlt hónapban erre tett utalást. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan létezik az, hogy szomszéd település ennyivel előbbre tud járni egy topos pályának kivitelezésében, megvalósításában, mint Püspökölány bármelyikben. Rengeteg soron kívüli bizottsági és testületi ülésre van utalás. Én azt gondolom, hogy a soron kívüliség az minden esetben problémát jelent. Nevezhetjük agóniás rángásoknak is. És azt is kell akkor tehát ezzel kapcsolatban kérdeznem, hogy mindazokat a testületi vagy bizottsági döntéseket, amelyeket soron kívül vagy sorban lévő üléseken hoztunk, mikor kívánjuk betartani, mert többek között a felelősség megállapításokkal kapcsolatban több határozatunk született, viszont semmi a határozatokra vonatkozó előrehaladásról ebben a testületen nem találok semmi utalást. Köszönöm szépen. Topos pályázatokkal kapcsolatban annyit kívánok megjegyezni, nyilván azok a települések haladtak előre, akiknek a pályázata sikeres volt, egyrészt a közbeszerzésen kivitelező jelentkezett, és hozzá tudtak fogni a kivitelezési munkákhoz. Ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. A jegyző úr, kíván szólni? Itt a 21-22-ével képviselő azért van leírva, mert mind a két nap megnyitó volt, két külön korcsoportos diákolimpiai verseny volt, tehát nincs benne semmi tévesztés, egyértelműen le van írva. Köszönöm szépen. További kérdések? Kincses László képviselő. Egyetlen kérdés van. A topos pályázatokhoz kötődő kérdés. Az egyik ilyen soron kívüli bizottsági ülés utáni emlékem, hogy egy püspökölányi vállalkozó jelentkezett, érdeklődött volna, hogy hogyan van az, hogyha ők képesek és kapacitásuk van meg minden, de nem tudnak a pályázatukban elindulni se. Ezt ugye nem nagyon értem, mert nem hallottam minden mondatát ezzel kapcsolatban dolognak. Általánosan szeretném megfogalmazni, miért van az, hogy kivitelező krízis van, azt tapasztaljuk, hogy nincs kellő számú kivitelező, és a püspökölányi vállalkozókat pedig jelen pillanatban nem tudjuk foglalkoztatni, még mielőtt pontosítaná a polgármester úr. Tudom, hogy a belvész pályázatban igen, de nevezzük kivételes dolognak. Köszönöm szépen. Erika? A belvízes pályázaton kívül mindegyik közbeszerzési eljárás nyílt közbeszerzési eljárásként lett kiírva, tehát az EKR rendszeren keresztül bárki hozzáférhet az árazatlan költségvetéshez, bárki, aki alkalmas a munka végzésére, az pályázhatott. Több közbeszerzési eljárásunk úgy folyt le, hogy nulla jelentkező adta be az ajánlatát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Véleményezés szakaszba értünk. Parancsoljon. Kincses László képviselő.
Végül is két dologról kell véleményt formálnom, nagyon fontosnak gondolok. Az egyik az az, hogy sem a múlt havi testületi ülésen, bár a mostani már csak valamelyest is szóba került a polgármester asszony távolléte. Én azt gondolom, hogy a lakosság tájékoztatása ettől sokkal többet érdemelne, mint ahogy mi a belekapcsolatban hallgatunk, vagy úgy teszünk, mintha semmi rendkívüli nem volna. Fontos lenne tudni, hogy a polgármester asszony mikor tudja felvenni a vállalt munkáját. Vagy a véleményezési szakaszban mondom, igen, fontos lenne tudni, tehát erről tájékoztatni kellene a lakosságot, mint ahogy a tájékoztatás ilyen korlátos a megyei önkormányzati elnök, illetve a államtitkárnak képviselőorral való topos pályázatokkal kapcsolatban is. Mind a kettő meghatározója a mindennapjainknak, és rengeteg ez irányú érdeklődés, kérdést kapunk a lakosságtól, amire ember megfelelő választ nem képes adni most a képviselők közt, mert mi magunk se kapunk ez irányban méltó tájékoztatást. Köszönöm szépen, képviselő úr. Polgármester asszony egészségügyi okok miatt nem tud részt venni az önkormányzati munkába, többet erről nem kívánok mondani, tehát nyilván ez az orvosra és a paciensre tartozik. Köszönöm szépen. Vélemények. Amennyiben nincs, szavazási helyzetbe kerültük, aki az első napi rendi pontról véleményt kíván formálni, most tegye meg. Tíz igen, egy tartózkodással elfogadtuk. Másik napi rendi pont a polgármesteri átruházott hatáskörökkel kapcsolatos napi rendi pont, előterjesztés, bizottsági elnök úr, Dönti Péter, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót a polgármester úr. A bizottságunk a testületi ülés előtt megtárgyalta, és azzal a határozati javaslat a módosítása fogadta el az előterjesztést, mely szerint olvasom, Püspökladányváros önkormányzata képviselőtestületének 6/2013 4.4 önkormányzati rendelete egyes számú melléklete szerint a polgármesterre átruházott mindegyik jogkör visszavonásáról szóló előterjesztést támogatja, azzal, hogy az átruházott hatásköröket érintő helyi rendeletek módosítására készüljön előterjesztés a képviselők bevonásával a soron következő testületi ülésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdések? Véleményezési szakaszra tértünk át, parancsoljanak, Kincses László képviselő. Szigorú összefüggésben ezelőtti megszólalásommal a 22 jogkör visszavonását mi 7. hó 12-én már testületi határadba foglaltuk. Az, hogy 3 hónappal később még mindig azon meditálunk, hogy vajon hogy lesz ez kellene megfelelő, ez pontosan azt mutatja, hogy nincs gyakorlatunk ilyenfajta eljárásban, és ez irányú joggyakorlatot pedig nem biztosította a kormányzat jogi képviselője sem. Ezért vagyunk egy ilyen felemás helyzetben, amelyben jelen pillanatban az alpolgármester kénytelen sokkal több jogkört ellátni, mint amennyi egyébként, hogyha ezt a határozatunkat érvényesítjük, és mondjuk augusztusban meg is valósítjuk, mint amennyi egyébként is lenne. Én azt gondolom, hogy abban a gyakorlatban, amelyben az alpolgármester úr most kénytelen ezeket a jogokat gyakorolni, az is nagy könnyebbség lett volna, hogyha már eleve ezekkel nem kell foglalkozkodnia. De lévén, hogy nem láthattuk előre a fejleményeket, ezért most ezt az indítványomat én a bizottsági ülésen egészítettem ki ezzel a mondattal, hogy ha az eddigi ok nem volt elég, akkor legyen ok az is, hogy a jelen pillanatban feladatokat a gyakorló alpolgármester tehermentesítsük, amennyivel csak lehet. Na most, és még így is egy hónapba fog kerülni, mire ez a pillanat elérkezik. Én azt gondolom, hogy ettől a haladási sebességtől elvárható lett volna a hivatal részéből. Sokkal nagyobb affinitás. Köszönöm szépen, képviselő úr. Kicsit olyan ellentmondásosnak tűnik ez a... Hát, de az ön véleménye tűnik ellentmondásosnak, hiszen itt jelen voltam, ha észrevette a bizottsági ülésén, ami testületi ülés előtt volt, és abban többek között ezzel a
napirendi ponton az átruházott hatáskörökkel kapcsolatban felmerült, hogy esetleg az alpolgármesterre, esetleg a nem tudom hova lesz átruházva. Tehát akkor ebbe ön milyen könnyebbséget lát, hogyha ebbe döntés születik júliusban, hogy az alpolgármester ebből a 22-ből, vagy a alpolgármesterek 22-ből 11-et megkapnak. Tehát most amiatt ne aggódjon, hogy ezt a feladatot nem tudjuk ellátni a polgármester kollégámmal, de nyilvánvalóan itt van az az előterjesztés, amire a bizottság határozati javaslatot, de erről kell döntenünk. Köszönöm szépen, további véleménye. Amennyiben nincs, aki véleményt kíván formálni az előterjesztéssel kapcsolatban, most tegye meg. Köszönöm szépen, 10 igen egy tartózkodással elfogadjuk az előterjesztés. Következik beszámoló Püspök Leány tájékoztató és közművelődési központ Könyvtár Múzeum 2017. évi munkájáról. Oktatási bizottság elnökét, Kovács Krisztinát kérdezem, parancsoljon. Köszönöm a szót, a polgármester úr. A bizottság sok kérdést föltett és megtárgyalta, és nem fogadta el a beszámolót, javasolta, következő hónapra készüljön másik beszámoló is, a felmerülő kérdésekre válaszként kerüljön bele a beszámolóba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdések szakasza. Kincses László képviselő. Ennek fényében akkor nem volna helyes levenni ezt napirendről, mert a bizottság álláspontja elég határozott volt. Köszönöm szépen. Tehát a napirendi pont elfogadásakor helyesebb lett volna megtenni ezt a javaslatot, most erre nincs mód. Folytatjuk a vitát, kérdések szakaszába vagyunk. Dúró Ferenc képviselő. Köszönöm a szót. A polgármester úrnak a ifjúsági házzal kapcsolatban kérdezném, hogy több hétvégén úgy néz ki, hogy foglalt különböző összejövetelekre. Itt van legénybúcsútól kezdve nyugdíjas rendőr találkozón át születésnap felsorolva osztálytalanokhoz. Azt kérdezném, hogy a nyitvatartás ez hogy befolyásolja az ifjúsági háznál, és hogy van-e ilyenkor alkoholfogyasztás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igazgató úr, vagy kolléganője, hogyha kíván válaszol. Igen, te. A nyitvatartást természetesen az ügyeletet biztosítjuk, tehát hogyha ezek nyitvatartás ide után, 8 óra után vannak, akkor ügyeletes kolléga van, és szülei felügyelet, tehát aztól odafigyelünk, hogy legalább egy-két szülő legyen mindig, hogy ugye ne legyen bármi, akár alkoholfogyasztás, akár egyéb gond. Alkoholfogyasztás van? Nincs. Köszönöm szépen. Képviselő. Rendőr találkozzon a szülői felügyelet, hogy azt kérdeztem, hogy ilyenkor zárva tart az ifjúsági ház, vagy egymásra párhuzamosan mennek ezek az események. Képviselő úr, kérjen szót. Nem kaptam választ, azért kérdeztem egy dolgot. Akkor is kérjen szót. Köszönöm. Elnézést a technikai dolgot. Kolléganője, igazgató úr, szeretne válaszolni. Megkeres bennünket az ifjházba programokkal kapcsolatban. Ezek nem egyformák, idősek, öregek, fiatalok. Mindenkinek megvannak a paraméterei, hogy hogy választjuk ki, hogy ki jöhet, ki nem. Igazgató úr arra akar kiukadni, hogy a 14-től 18 éves korú gyerekek, akik születésnapi partira jönnek, természetesen nem fogyaszthatnak alkoholt, de ettől függetlenül az olyan 18 évet betöltött felnőttnek ott kell lenni velük, ameddig ott vannak, aki vállalja értük a felelősséget, mert mi nem azért vagyunk ott, hogy vigyázzunk a gyerekekre, ha esetleg bekerül valahogy az alkohol, de nincs engedélyezve. Én úgy gondolom, hogy egy 14 éves gyerek pizza és kóla mellett még nyugodtan elszületésnapozhat. A többi rendezvényre vonatkozólag természetesen, akik kibérelik a... Nem kibérelik, hanem szeretnénk jönni, főzni, hál' Istennek fullosak voltunk egész nyáron. Alig győzzük az ügyeletet megtartani, állandóan nyit vagyunk, most a legutóbbi 4 napban is. Megvan beszélve velük, hogy ők mit szeretnének, mit akarnak, kitakarítanak, ingyen és bérmentve ott vannak. Mi volt még a kérdés? Ja, a nyitvatartással kapcsolatban hozzájuk igazodva.
Tényleg volt már legénybúcsú, de most nem ez a legfontosabb, hogy legénybúcsú volt, mert hogyha kibérelik, akkor nem mindig van megbeszélve, hogy most ő mit akar. De általában főzés, most mennek be az intézményekbe, nagyon sokan vannak, hál' Istennek, nagyon szeretik. Köszönöm szépen. Balázs Ámok. Köszönöm a szót a polgármester úr. Én a 17. oldal gazdálkodással kapcsolatosan adatok és értékelések között kérdezném, hogy a pályázatok tervezett bevétele 1.446.500 forint volt, a megvalósult bevétel 8.414. Nagyon örülök neki, ez azt jelenti, hogy jól sikerült a pályázatok megírása és annak elfogadása. És innen adódik bennem a kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy a bevételek összege forintra megegyezik a kiadások összegével, holott a pályázatokon nyert pénz még lényegesen nagyobb. Tehát hogy sikerült ezt forintra pontosan kihozni, hogy amennyi a bevétel, annyi a kiadás. Tehát ez érdekelne. Köszönöm szépen. Igazgató úr. Igen, tehát a bevételek, amit itt mondott képviselő, a tervezett bevétel az 1.446.000 forint, az a 2016-os TV állandónak a tárgyévre 17-re áthúzódó összege. Nyilván ezt tudtuk, évelején ezt be is terveztük. A megvalósult bevételek, a rezsipályázat, ez a 4.065.000 forint, illetve a Kámusz pályázatokból adódik. Ezt évközben a 2017-es rendeletmódosításkor, a decemberi rendeletmódosításkor ezek már szerepelnek, sőt már valamelyik ugye szeptemberben is. És ugye ezeket amikor a PM Infóból készítettem a mellékletben lévő adatokat is, tehát a főkönyv, illetve a gazdasági átószervezetnek a pénzügyi információ alapján. Nyilván itt, hogy képviselő mondta, hogy hogyan egyezik a bevétel, ez az irányító szervi támogatás. Ez mivel még a tavaly évet nem tagintézményenként készült a féléves, illetve negyedéves beszámolók, amit ugye leadtunk a Városgazdálkodási Irodának is. Ezeket úgy készítettem, hogy az irányító szervi támogatást az összbevételekből vontam ki, tehát így ahhoz igazítottam, hogy mennyi volt a személye és a dolog jellegű kiadás, és az irányító szervi támogatást ahhoz igazítottam, tehát úgy tudtam kivenni az információt belőle. Kovács Krisztina elnökasszony. Köszönöm a szót, a polgármester úr. Sok kérdést feltettem bizottságülésen, amelyre igazgató úr ígéretet tett, hogy eljutatja a képviselőköz a választ. Nem érkezett semmiféle ilyen, akkor most feltenném még egyszer igazgató úrnak azokat a kérdéseket, amit nem kaptunk választ. Először is, hogyan valósul meg a vezetőségi ülések időpontja az intézményben? A második kérdésem az lenne, hogy hány százalékát teszi ki a hirdetéseknek az önkormányzat saját hirdetései, tehát a bevételek, de hány százalékát adja, vagy a önkormányzat, vagy polgármesteri hivatal hirdetései. Szeretném megkérdezni, hogy mennyi pénzt nyertek a szerződéseken a nyilvánosságban, mert itt az összes topos pályázataink nyilvánosságát a intézmény nyerte, és nem tudott erre választ adni igazgató úr, és ígéretet kaptunk, de nem igazán kaptunk választ rá. És ehhez kapcsolódik az, hogy eddig mennyit használtunk föl belőle, vagy mennyit használtak föl igazgató úrék, mert nyilván, hogy áthúzódó több évre elhúzódó programról van szó. Aztán szeretném megkérdezni, hogy a pályázat, tehát a bevételek tervezése annyira alul tervezett, hogy el nem tudom képzelni, hogy másfél millió körülbelül a tervezett, és akkor 8,5 millió a végrehajtott. Tehát ez akkora különbség, hogy valami nem jó a tervezésnél, mert ekkora különbség azért nem szokott lenni, vagy olyan hirtelen esetben 7 milliós plusz bevétel. Idő. A kérdéseket. Idő van. Jó, köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselő. Köszönöm a szót. Nem válaszolt, vagy válaszolt. Hát a múltkor nem tudtuk most.
tehát a vezetőségi megbeszélések a tagintézmény vezetők között hetente tartunk megbeszélés, nincs mindig előre fix időpont, tehát jelzem a tagintézmény vezető kollégáknak, hogy ugye megbeszélés van, és akkor ezekre sok, illetve az egyes tagintézményekben pedig a nyitvatartási időhöz igazítva kerül sor a megbeszélésekre, tehát tagintézményeken belül. A ugye beszámoló is azt jeleztem, hogy a tagintézmény vezető kollégáimnak adtam egységes szempontok alapján, hogy hogyan készítsék a beszámolót, hiszen a kulturális törvény előírja ugye a könyvtárakra vonatkozó, mint kötelező feladat, hogy egy bizonyos egy egységes szempontok alapján kell készíteni a beszámolót, amit a könyvtári résznél is szemmel átadott, azok a fejezetcímek, dőrbetűs részek az Ember Erőforrások Minisztérium által készített útmutató érve sablon alapján készült, amit a megyei könyvtárnak én meg is küldtem, hiszen azt továbbítani kell nekik a minisztériumnak ezt a részét. A bevételre válaszolva, tehát a TV állandó pályázat a 2016-os, amit fixen tudtunk nyilván, hogy a 1.046.000 forint húzódik át a 17-es évre, azt évelén beterveztük, de hogy jeleztem is az előző kérésnél ezeket a pluszövétel, mint a rezsi és a kámusz pályázat, ez pedig időközben az előirányzat módosításkor természetesen a Városgazdálkodási Irodának közöltük, hiszen nem lehet teljesen fixen tudni azt, hogy megnyerjük ezeket a pályázatokat. A rezsi pályázat az mindig egy évre szól, most az idén is, illetve tavaly is márciusban nyertük meg, tehát 10 hónapra kaptuk a támogatást ugye a harmadik körben. Ez természetesen nagy segítséget jelent a televíziónál a közüzemi költségeknek, a stúdió közüzemi költségének a biztosítására, illetve az egyéb digitális, illetve a technikai eszközök beszerzésére. Tehát fix dolgok, ugye ezt nem tudhatjuk, hogy megnyerjük, természetesen úgy felelőtlen így nem lehet betervezni. A TV állandónál is nagy segítség az a, hogy 52 hónapra az adáshoz, az Egy Hét című magazin műsorunkhoz támogatást nyerünk. Ez áthúzódó, viszont ezt augusztus 1-től nyertük meg az ideit is, és azt tart jövő július 31-ig. Tehát a 2017-es TV állandóval július 31-én számoltunk el. Tehát természetesen igyekszünk, hogy megnyerjük, de ezt 100%-ig nem lehet garantálni. Természetesen az egyéb olyan pályázati lehetőséget sem, amik így igyekszünk kihasználni, de itt, amit még beterveztünk, a kámusz pályázat volt még, amiből ez a különbség adódik. És volt itt is, egy kérdés. Igen, a következő kérdés volt a hirdetéseknél az önkormányzati arány. Én ezt kiszámoltattam, elnézést, a topost ezt behoztam, ezt nem. Az 36% volt, tehát az arány az önkormányzati hirdetéseknek a összhirdetést tekintve. A topos pályázatoknál elhoztam egy kimutatást, amit vagy odaadok a képviselő testületnek. Ez a személy és a dologi kiadása volt annak a 7 topos pályázatnak, aminek a nyilvánosság biztosítását elnyertük. Itt a személyre 1.117.000 forint, a dologira pedig 813.000 forint áll rendelkezésre, és olyan dolgok, hogy a kommunikációs terv készítése, a honlapon a nyilvánosság biztosítása, a kötelező nyilvánossági tábláknak és a sajtó tér a fotózásnak az elkészítése, tehát ezekre nyertük meg a pályázatot, ami elkészült, a kommunikációs tervek, illetve a honlapon, ugye a önkormányzat honlapján, ugye a nyilvánosság biztosítása, de mi ezek áthúzódó pályázatok, ezeknél még kifizetések nem történtek meg. És a következő, igen, a bevétel, az mely bevétel kérdezt kérdés, azt elnézést. Ja, ez a topos volt, akkor igen. Jó, akkor azt ezért. Bocsánatot kérek, ezért lett volna szerencsés igazgató úr, hogy a bizottság ülésen elhangzott, és hogy elnök asszony mondta, tehát egy
írásos választ ilyenkor adni, mert elkerülnénk ezt az anomáliát most. Tehát ez egy szerencsés helyzet lett volna, hogyha a bizottságülésen felmerült kérdésekre, és ezt javaslom a jövőben is, hogyha melyik lesz lehetőségünk itt együtt ülni, hogy a bizottságülésen elhangzanak kérdések, akkor ha lehetőség van rá, akkor testületülésre, most ez bárkire vonatkozik, testületülésre, hogyha lehetséges, akkor válaszok szülessenek meg, hiszen könnyebb a munkánk is, és a információnk is. Elnök asszony, maradt még el valami, amit kérdezett, és még nem kapott választ? Most nem. Akkor Balázs Sándor képviselő úr. Köszönöm a szót, alpolgármester. A beszámoló 22. oldalán a mozgás népszerűsítése, és akkor írják, hogy közel 400 fő gyűlt össze március 19-én Püspökladányban a Gellért Sándor Sportcentrumban Rubin Tréka alakreform edzésére. Mint utána néztem, itt 1500 forint volt a elővételes jegy, és 1800 forintba került a helyszíne. Nem lenne ezzel probléma, hogyha nem mennénk a saját rendezvények összegző táblázatára, ahol 2017. március 19, szintén alapreform Rubin Tréka edzés, itt már 2000 fő szerepel. Tehát hogy létezik az, hogyha 400 volt a sportcsarnokban, beszámolóban 2000 fő lett beírva, és hogyan létezik az, hogyha a bevételek sorát megnézzük, és a 2000 főt beszorozzuk az 1500-zal, akkor már 3 millió forintos tételnél járunk, és mivel fizetős volt, hát gondolom mindenki fizetett, aki bement. Tehát itt akkora visszásság van, hogy én igazából nem tudok tájékozódni, hogy hogy létezik, hogy 400-ból 2000 fő keletkezik. És ugyanarról a napról beszélünk, ugyanarról a rendezvényről. Tehát ha erről egy pár szót említeni, vagy megpróbálnám megmagyarázni, akkor én jól nélem lenném. Köszönöm szépen, képviselő igazgató úr Parancsán. Köszönöm, én is akar, hogy nem tettem szóbeli kiegészítést, de ezt észrevettem, tehát sajnos egy elütés volt itt az összegző táblázatnál, tehát a 400 fő volt, akik részt vettek. Úgyhogy itt ez... Tehát melyik a helyes szám? A 400 fő, 400. Sajnos egy elütés volt. Köszönöm szépen. Kincses László képviselő. Nem azt mondom, nekem is felagadt a szemem, amikor ezt így végigolvastam, mert ez azt jelenti viszont akkor, hogy az összesített számok se azt mutatják, hogy 16 ezeren vettek részt az 53 rendezvényen, hanem csak 14 ezeren vettek részt. Azért ez a történelmi hamisítás kategóriája, és ennek van egy pénzügyi része. Hát hogyha a 400 fő után szedtek be bármilyen díjat, azt se láttuk egyébként, hogy az mennyi, és így nem tudjuk azt, hogy mennyi volt a rendezvénynek a költsége, meg hát egyáltalán. És én nekem a kérdésem leginkább itt most a dologi kiadásokat koncentrálnának. Én itt azt látom, amit egyébként köszönök, csak a bevételeket is legalább ilyen bontásba kellett volna ismerni, hogy a tájékoztató központnál 8 millió 664 ezer forint a dologi kiadás, ebből csak 314 a rezsi, mert hogy a rezsi pályázatból lehetett a többit fizetni. Ám kérdezném, hogy a tájékoztató központ tudomásom szerinti épülete az egy 90-100 négyzetméteres lakásméret, és akkor hogy lehet annak 900 ezer forintos rezsie, hogy pontos legyek 873? Időképviselő. Ez legyen az első körös kérdés. Második. Köszönöm szépen. Igazgató úr. Igen, itt a dologi kiadásnál valóban összesen odaértem ugye a 2.461 ezeret a rezsit is a PM infoadatainál, de a közüzemi költségeket, mivel nem is bontottuk tagintézményenként tavaly még ugye a gazdasági beszámolót, itt az összintézményre értem, tehát valóban nyilván, hogy százalékban kevesebb a televíziónak, hiszen az távhőről megy az ottani fűtés, tehát a művelődési központnál a legnagyobb a fűtés költségei, hogyha négy tagintézményt vesszük arányában. Köszönöm szépen. Dúró Ferenc képviselő. Azt szeretném megkérdezni, hogy a tájékoztató központnál, aki szakirányú diplomával rendelkezik, hogy meg tudják adni neki a diplomás minimálbért. Igazgató? Igen, tehát a kategória, a végzettség meg főbesorolási kategória szerint, igen. Köszönöm szépen. Véleményezés szakaszba értünk el. Vagy
Elnök asszony, bocsánat. Nem nyomtam? Kincses László képviselő. Véleményezési szakban ezt az iménti választ a igazgatótól kevésbé tudom elfogadni, egyáltalán nem tudom elfogadni. Én nem a távfűtésre kérdeztem csak csupán, hanem arra, hogy annak a lakásméretű helyiségnek 900 ezer forintba kerül a fenntartása éves szinten. Ugyanannyiban egyébként szinte, ha nem is forintra, de 10 ezeres nagyságrendben, mint amennyibe kerül a múzeum, vagy amennyibe kerül a könyvtár. Hát ugye jóval nagyobb területek mind a kettő, és még az ifi ház ebben a körbe tartozik, hogy ugyanannyiba kerül. Tehát nem tudom az okát, mert hogyha ennek hőszigetelési oka van, vagy valami szerkezeti problémája van, akkor azt kezelnünk kellett volna, meg jelezni kellett volna. Fontosabbnak gondolom azonban, hogy a dologi kiadásokból lebomba a rezsit, 8 millió forint dologi kiadással működik a tájékoztató központ, és csak 6 millióval a művelési központ. Tehát gondolkozzunk el az arányokon, hogy mi kerül nekünk a tájékoztató központban annyiba, amivel, és például a múltkori alpolgármesteri jelzést kritikaként beépítve, hogy ugyanakkor meg nem nagyon vannak teltházak a rendezvényeken, tehát mondhatjuk azt, hogy bevételi lába, akkor a műfáznak meg még gyengébb. De nem hagyható ki a püspöklődányi hírekről való szóváltás, vagy szóbahozás, hiszen itt azt állítják, hogy 2 millió 800 ezer forintos reklámbevétel van. Igen ám, de 66 oldal hirdetés jelent meg az összesítés szerint a év során. Ezeknek a listára 3 millió 771 ezer forint. És akkor meg kell kérdeznünk, hogy 960 ezer forint miért nem kerül bevételezésre, mi lehet ennek az oka. A igazgató mondott egy 100%-ot, miszerint 36% a önkormányzat által hirdetett dolgoknak az aránya, csak elfelejtette elmondani, hogy meg van egy majdnem ugyanekkora százalék, ami az intézményeknek a saját programjainak a reklámja, ami nem fizet senki senkinek, és nagyjából ez az a 900 ezer forint, ami hiányzik. Tehát akkor, hogyha úgy álljunk fel, akkor, és van egy városüzemeltető Kft-nk is, aki nagyságrendi 300 ezer forintért reklámozott ebben a újságban. Ha ezt összeadjuk, akkor az összes bevételnek körülbelül 70%-át az önkormányzati tevékenység teszi ki. Annak felét meg nem kapjuk vissza se. Holott az önkormányzat eredetileg ide van írva, nem én mondom, irányító szervi támogatás 10 millió 800 ezer forint. Mi tehát valamilyen tevékenységet évek óta kétszer támogatunk, és még csak azt se kérdezzük meg tőlük, hogy mikor kívánják visszaadni a két hetenkénti újság megjelenést, mert hiszen ez 3 évvel ezelőtt önkényesen az előző intézményvezető egyszer elkövette, a utána belépő intézményvezető pedig tényként fogadja el, tehát úgy állunk a dolgokhoz, hogy ugyanakkor a támogatást adunk havi egy újság megjelenésére, mint amit adtunk eddig két újság megjelenésére. A kettés közti különbözőtet régebben hirdetésből fedezték, mostanára már képtelenek lennének. Köszönöm. Rá. Tehát képviselő. Akkor a havi egy újság hirdetési bevétel. Pető Néppap, mondjuk tanácsnak asszonynak. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Amikor a véleményezési szakaszban járunk, akkor mindig azzal szoktam kezdeni a mondanaimat, hogy a beszámolót elfogadom és elfogadásra javaslom, sajnos most nem tudom ezzel kezdeni. Nem fogom tudni elfogadni a beszámolót is. Ezt szeretném röviden a véleményemben megfogalmazni. Egy intézményről van szó, ez a beszámoló tagintézmények összesített beszámolója. Én elvárom, hogy ilyenkor egybeszerkesztett, azonos arculattal megjelenő, egy intézményre vonatkozó beszámoló kapjunk. A másik, nem tudom elfogadni, bizottságülésen is elhangzott, hogy egy vezető, aki 5 tagintézményt felügyel, adhok módon akarjon vezetői értekezleteket tartani. A vezetői értekezleteknek is megvan a szabálya, a vezető hívja össze az egyes számú vezető heti alkalommal meghatározott időbe. És ha nem gond, akkor nem szeretnék ilyen választ kapni én erre, ha egyáltalán reagálna akar igazgató úr, hogy a programok ezt felülírhatják, a programokat ahhoz kell irányítani, vagy ahhoz kell szervezni, hogy a vezetői ülések megvalósulhassanak. A másik, hogy direkt nem mentem bele ezekbe a számokba, de amikor az ember kiad a kezéből egy ilyen beszámolót, akkor az a kötelessége, hogyha kell, akkor 4-5-ször nézze át, hogy ilyen anomáliák, mint amik itt vannak, hogy 400 meg 2000, itt ilyen szám, ott olyan szám, ne fordulhasson elő.
Ugyanis, amikor így ezt elolvassák a képviselők, és esetleg nem idézőjelben mondom, molyolnak rajta annyit, mint amennyit ezen molyoltunk, akkor akár el is sikkadhatna az ember a számok fölött, nem venné észre, tehát én ezt ilyenkor becsapásnak érzem. És még a legvégén annyit, hogy egy pár évvel ezelőtt egy olyan beszámoló nem került elfogadásra, én akkor nem szavaztam, amelyik ennél a beszámolónál lényegesen jobb beszámoló volt. Én azt szeretném kérni, hogy egy olyan anyag kerüljön az asztalunkra, ami elfogadható, ami egységes szerkezetűnek minősül, ami pontos adatokat tartalmaz, és ami egy intézményben megvalósuló munkát tükrözi. Ne akarja senki a szavamat kiforgatni, tisztában vagyok vele, hogy tagintézmények vannak, de mi intézményi beszámolót kérünk, össze lehet azt úgy dolgozni, hogy az egy intézménynek a beszámolójaként jelenjen meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kovács Krisztina elnök asszony. Köszönöm a szót. A polgármester úr, úgy gondolom, hogy folytathatom tanácsnok asszony véleményét. Kezdem a beszámolót a kivételtőbe. Egy vaskos beszámolót tartunk, amely 2017-es évet kell, hogy felölelje. És ez a vaskos beszámoló rengeteg adatot tartalmaz, azon kívül, hogy tagintézményenként taglalja, borzasztó anomáliák, tehát nem, még csak kinézetre sem hasonlít, hogy egy intézménynek a beszámolója lenne, teljesen különböző. Az, hogy az igényesség melyik tagintézmény vezetőnél van, az tökéletesen látszik a beszámolóban. Én, ami a fő kifogásom a tervszerűség. Ebben az intézményben a tervszerűségnek a csíráját nem nagyon látom. Igazgató úr azt mondta a bizottság ülésen, hogy egy-két hetente ülnek össze. Itt már hetente ülnek össze, amikor igazgató úr összehívja. Tehát látszik, hogy valami nem stimmel. Én azt gondolom, hogy ez az intézmény Püspökladány város kultúráját irányítja. És formálja az emberek ízlésvilágát a kultúrával kapcsolatosan, sőt, úgy gondolom, hogy összefogja a civil szervezeteket is. Az, hogy a saját programok között a Mozimax-tól kezdve minden más találunk, és összemosódik a városi rendezvény, amit a város finanszíroz, és a saját rendezvény, az el tudom fogadni, hogy nyilván, hogy a városi rendezvényeket is megbízás alapján a művelődési házési tagintézményei bonyolítják le, de azt gondolom, hogy az igényesség azért kérdőjelve ott van, ne megszokásból legyenek rendezvények, hanem úgy gondolom, hogy a kornak megfelelően és a város ízlését formálva kerüljenek ezek a rendezvényekbe. Az, hogy a protokollista itt van a művelődési háznál, az is vélemény, mert nem tudom, hogy került oda és miért a művelődési ház kezeli a protokollistánkat, és ezt is elmondtam már az előző évben is, hogy nem kell három meghívót egy embernek ki, tehát látszik, hogy a tervszerűség meg az átláthatóság nincs. Én úgy gondolom, hogy nem csak negatívumot kell itt beszélni, mert a tagintézmények közül a könyvtár remek szakmai munkát végez. A múzeum úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon igényes és jó munkát végez, és meg is kell köszönjük azoknak a szakembereknek, akik itt dolgoznak. De hogy például az ifjúsági ház, amelyért sok évet küzdöttünk azért, hogy legyen ifjúsági ház, és az ifjúságot próbáljuk oda bevonni, és számukra olyan programokat vonni. Van-e szabályzata egyáltalán, hogy ki az, aki oda bejöhet? Köszönöm szépen. Köszönöm majd. Szépen. Petőné Pap Margit tanácsnak köszönöm. Jó. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Én is azért fejeztem be, mert letelt a rám szabott idő, de még azért három mondattal hadd egészítsem ki. Nekem azért meggyőződésem, hogy ebben az intézményben dolgozó szakemberek igyekeznek maximálisan ellátni a munkájukat. Ezért köszönettel tartozunk nekik. Arra kell nagyon-nagyon törekedni, hogy ez a csapatmunka valóban csapatmunka legyen, és azt tükrözve ez a beszámoló.
Én hiszek benne, hogy a következő hónapban, amikor majd újra kérjük ezt a beszámolót, ez már ilyen formában fog megtörténni. Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselő. A szót a polgármester úr. A mi frakciónk általában az a tendencia, hogy mindig igyekszünk megvédeni vezető urat. De elolvasva ezt a beszámolót, sajnos sok olyan számszaki adat elütésre került ebbe, amit én felolvastam, az csak egy volt, még legalább tudnék idézni az ifjúsági házzal kapcsolatos számszaki, illetve a főkre vonatkozó adatokból olyanokat, ami bizonyíthatóan nem fedi a valóságot. Tehát ha én úgy gondolom, hogyha egy beszámoló elkészül, azzal az egész, és az nem igazán felel meg a valóságnak, azzal az egész évi munkát le lehet rombolni. Tehát én véleményem szerint a munka, amit elvégeznek, az jó. Amilyen módon elvégzik, azon lehet vitatkozni. Ki hogy ítéli meg. De az maga, hogy a beszámoló tartalmilag olyan elütéseket tartalmaz, ami végigvezethető, és ez nem egyszeri eset a beszámolóban, hanem több helyen. Tehát ha esetleg szállunk rá időt, mutatok még rá példákat ebben a beszámolóban, én úgy gondolom, hogy maga a beszámoló az ellenben én véleményem szerint nem elfogadható. És akkor én idézek ennek a beszámolóból még mindig egy sort, ez a 14. oldalon van. Nem mennyiségi, inkább minőségi szempontokra fektetjük a hangsúlyt a jövőben is. Hát a mi véleményünk is az lenne, hogy a beszámoló is ne a mennyiségi, hanem a minőségi hangsúly legyen nyomatékosabb. Tehát valós és úgymond megcáfolhatatlan adatokat tartalmazzon, és akkor nem lenne ezzel a beszámolóval se probléma. Köszönöm szépen, képviselő. Kovács Krisztina elnök asszony. Köszönöm a szót. Tehát visszatérve az intézményekre, azt gondolom, hogy a tájékoztató központ fontos szerepet játszik abban, hogy a város tájékoztassuk az itt folyó rendezvényekről, és tényleg nagyon sok olyan dolog történik a városban, amiről kell, hogy tudósítsanak. A lap havonta jelenik meg, és új arcolatot kapott, hogy ezt az új arcolatot hogy fogadták el a város lakói. Ha igazgató úr is figyel, akkor elmondják, hogy nem tudják elolvasni, mert összefüggéseket. Annyira olvashatatlan, mert sem színvilága, sem pedig ahogyan szerkesztik, nem lehet elolvasni. Tehát át kéne egy kicsit gondolni, hogy hogyan lehet ezt tehát elfogadhatóbbá tenni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgoznak az ott dolgozó szakemberek, mert rengeteg rendezvény és rengeteg program kerül megrendezésre ott, de én is azt gondolom, hogy a kevesebb több, és az a bajom elsősorban, hogy a tagintézmények vezetői vezetik az igazgatórat, nem fordítva, és ez azért nem minden esetben túl szerencsés. Tehát én is azt gondolom, hogy a tervszerűség, a kifelé való formálás, szemléletformálás az, ami feltétlenül változtatásra szorul, és el kell gondolkodni, úgy gondolom mindenkinek, hogy mennyit bír, és annak megfelelően vállalni munkát. Tehát ezt a beszámolót én sem fogom tudni elfogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kincses László képviselő. Mint utaltam már rá, annak örülök, hogy bizonyos mértékig a dologi kiadások már egyfajta részletesítésben vannak, legalább a rezsit lehet tudni. De az összes többit azonban mind a mai pillanatig nem lehet tudni, miközben az igazgató úr rengeteg energiát fordított arra, hogy a létszámmal kapcsolatban táblázatokban tájékoztasson bennünket. Mi történne, ha egyszer a forintról filléről is táblázatos formában tájékoztatna bennünket, ugyanis az, hogy valami létszámhoz kötődik, azzal evidens módon együtt jár, hogy elkülönítjük egymástól az ingyenes rendezvényeket, meg a bevételes rendezvényeket. Hogyha pedig így elkülönítjük egymástól, akkor a bevételes rendezvényeknek nyilvánvaló költségei is vannak, meg bevétele is vannak. Ezeket valamiért elfelejtették megcsinálni, és én azt gondolom, hogy ez így számomra is elfogadhatatlan. Még egy mondat, mert hogy nehogy azt higgye bárki is, hogy magáról a televíziós tevékenységről nem szólunk egy szót se, mert már sok mindenről beszéltünk. Én a televíziós tevékenységet egész egyszerűen a nézhetetlen kategóriába sorolom. Egész egyszerűen olyan szintre süllyedt valamiért vissza a sztár tevékenység, amit nem műszaki értelemben, technikai értelemben gondolom, hanem tartalmi értelemben, hogy egyszerűen már megmagyarázhatatlan, hogy mitől lenne ez tájékoztató.
hogyha a nyár legsúlyosabb eseményét, a Benegyula utcai problémát, a Ladány Televízió úgy kezelte, mint ahogy kezelte, akkor csak egyet tudunk rá mondani, a Ladány Televíziónak semmi köze nincs a lakosság tájékoztatásához, ahhoz viszont lett köze, hogy akkor, amikor volt az augusztus 10-i fórum, akkor természetesen teret adjon annak a, mondjuk azt, hogy véleménynek, amit a megyei főigazgató itt bizonyos politikai vádaskodás irányába kívánt terelni. Mint azóta látjuk, csak a politika képes megoldani. Képviselő úr, napi rendi ponttal kapcsolatban legyen szíves. Még most? Én a napi rendi ponttal kapcsolatban tettem megjegyzést, hogy ahhoz fűzön véleményt. De ha a napi rendi ponttal kérdezem én. Tessék, röviden. Az a helyzet ugye, hogy az ifjúsági házzal kapcsolatban szeretném elmondani a véleményemet. Nagyon sok év eltelt azóta, mióta elindultak ezek az ifjúsági házak. Sajnos a mai internetes világban már nem lehet a gyerekeket úgy bevonzani, mint régen. Tele vannak programokkal az iskolák, tele vannak programokkal, ugye van a műfázban és mindenhol. Mi sokat próbálkoztunk azzal, de már nagyon sok volt a rendezvény, és azért nem is jöttek. Az ifjúsági ház átalakult szolgáltató, illetve közösségi házzá. Közösségek jönnek, kibérlik a termet, segítségünket kérik, ezzel nem tudunk mit csinálni. De én úgy emlékszem, hogy a testület évekkel ezelőtt megszavazott egy olyan határozatot, amiben ifjúsági referens beállítását állapította meg, de még azóta sincs ifjúsági referensünk. Én azért ezt szeretném, hogyha az ifjúságpolitikát szeretnénk ugye folytatni, megcsinálni, akkor igenis legyen valaki, aki erre szakképzett és csinálja, mert mi a nem tudom, minket is kidolgozhatjuk, hogyha a gyerekek a telefonjukon kívül mással nem foglalkoznak. Az elmúlt időszakban próbálkoztunk rendezvényekkel, és sajnos el kell, hogy mondjam, nem azért, mert nem szeretnek bennünket, nem lehet őket bevonzani. Én megemelem a kalapomat, aki hétről hétre bevonza az ifjúságot, például a gimnazistákat. A gimnazistáknál nagyon jól meghatározott belső rendszer van, ahol saját maguknak megcsinálják a programokat, és ott vannak. És nem jönnek át. Tanulnak, sokat tanulnivaló, 4 órára végeznek, hétközben nem. Egyébként erről egyszer az egyik gyűlésen államtitkárasszonnyal is konzultáltunk, és elmondta, hogy óriási feladat ez az egész világon, és ez a közösségépítés, meg a fiatalok bevonzása, és Amerikában van olyan, hogy nagy stadionokat építenek a gamer játékoknak, de egyébként ez most pillanatnyilag elég nagy probléma. És ezért gondoljuk, hogy ha a közösségi házként használják, akkor igenis jó célt szolgál. Köszönöm szépen. Vélemény nincs. Szavazás következik. Aki véleményt kíván formálni az előterjesztésre, beszámolóról, az bizottság nem kéne, nem módosított a bizottság. Tehát az előterjesztésről, illetve a beszámolóról kérem a véleményét a képviselőknek. Most tegyük meg. Bocsánat. Egy igen, 3 nem, 7 tartózkodással nem fogadtuk el. Igazgató úr, kérem, hogy a következő testületülésre készüljön egy beszámoló, ami azokkal az instrukciókkal, amit a képviselőtársaimtól elhangzott, tehát egy ilyen szerkezetbe foglalva, hogy tanácsnok asszony is elmondta, és akkor ha sikerül, akkor november 29-i testületülésen foglalkozunk vele. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pont. Előterjesztés Püspökladány Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról. Oktatási Bizottság elnököt kérdezem. Parancsoljon. Köszönöm a szót. Természetesen a bölcsöde férőhely kapcsán az alapító okiratot is módosítani kellett, és ehhez a törvényi szabályzást szerettük volna betartani. Elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdések szakasza. Vélemény. Amennyiben nincs, véleményformálás szavazással, most tegyük meg. Köszönöm szépen, 11 igennel elfogadtuk.
Következő napi rendi pont előterjesztés Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Margaréta Bölcsőde szakmai dokumentumának elfogadására. Oktatási Bizottság elnökét kérdezem, Kovács Krisztina. Elfogadásra javasoljuk, az előzőhez kapcsolódik, ez is a férőhely módosításával. Nyilván a szakmai program eddig is jó szakmai programot tartalmazott az intézmény, és most is ugyanezzel kapcsolatosan ezt tudjuk elmondani. Természetesen elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdések? Véleményezés szakasz. Amennyiben nincs, akkor véleményformálás az előterjesztéssel kapcsolatban. Most tegyük meg. Köszönöm szépen, 10 igen, egy fő nem szavazott. Elfogadtuk. Gratulálok. Valaki nem szavazott. Aki... Én nem tudom. Ki nem szavazott? Igen. Igen. De... Igen, valami. De minden esetre azt tudom megállapítani, 10 igennel és egy fő nem szavazott, elfogadtuk az előterjesztést. Gratulálok ehhez a szakmai beszámolóhoz, előterjesztéshez, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Következő szintén az Egyesített Óvoda Intézményhez kapcsolódik közalkalmazotti létszámbővítésről. Elnök az, vagy elnök úr, előbb, igen, bocsánat, Lente Péter elnök úr. Köszönöm szépen a szót, a polgármester úr. A bizottságunk egyöntetően támogatja az előterjesztésben. Köszönöm szépen. Kovács Krisztina elnök asszony. Természetesen ekkora intézménynél a két létszámbővítés, mivel karbantartókról van szó, és nem érint bennünket pénzügyileg, támogatni tudjuk, hogy szüksége van két karbantartó felvételére, mivel saját hatáskörbe oldják meg, finanszírozást javasoljuk elfogadásra. Köszönöm szépen. Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben Kincses László képviselő vélemény. Tessék, Fáncsó. Tulajdonképpen a kérdést feltettem a bizottsági ülésen, vagy talán utána. Én annak tudok örülni, hogy egy intézmény a saját bevételi forrásaiból gondolkozik, és nem csak úgy gondolkozik, hanem gyakorlatilag felajánlást tesz a testület felé. Van persze benne némi aggályom, mert nem lehet tudni, hogy hogyan lesz ez majd a jövő évben. Sokkal fontosabbnak érzékelem azonban azt, hogy ha az óvoda látja a karbantartói feladatellátásból fakadó hibákat, hiányokat, és abban az irányba tesz lépést, akkor el kéne talán azon is kicsit gondolkozni, hogy abban a létszám összetételben, ami most már 110 fő, hogy vajon minden területen hasonlóan, kritikusan lehet kezelni a dolgot, illetve észre lehet-e venni, hogy vannak-e területek, ahol esetleg meg épp egy kicsit többség van, hiszen ne felejtsük el, hogy az óvodai gyerekeknek a száma az nem növekvő tendenciája, hanem szinte évek óta állandóan 500 körül van. Akkor tehát nem nagyon érthető előttem, hogy miért szaporodik mégis mindig a összlétszám. Tehát abban az esetben, ha a karbantartókra szükség van, aláírom, így van, maguk keretéből vállalták, de van, ami nem a saját keretük, tehát az állami, amelyben viszont én tudomásom szerint csak 87 fős létszámban állam által finanszírozva. Akkor még van egy különbség, ami nem az, és ezt azért tisztán kellene látnunk, hogy azok a fajta státuszok, azok hol jelennek meg, abban az esetben, hogyha ez mondjuk a konyháknál jelenik meg, akkor azt is tisztán kell látni, hogy akkor ebből mennyi a államilag finanszírozott, illetve mennyi az, amit a vendégevédek, illetve a vendéglátó tevékenység tud fedezni. Ugyanezzel az elvekkel szeretném a GESZ-nél is tisztán látni. Köszönöm szépen. További vélemény. Amennyiben nincs, akkor az előterjesztése kapcsolatban kérem szavazzunk. Tíz igen, egy fő nem szavazott. Balázs Sándor képviselő. De még van, 10 igen, egy fő nem szavazott, Balázs Sándor képviselő úr nem szavazott. Köszönöm szépen, elfogadtuk az előterjesztést.
Következő előterjesztés Püspökladány város helyi építési szabályzatának jogharmadzászó keretében történő részbeni módosításáról. Elnök úr, parancsoljon! Köszönöm a polgármester úr, a Városfejlesztési Bizottság ezt az előterjesztést megtárgyalta, és a részbeni módosítással teljes mértékben egyeti. Köszönöm szépen! Kérdés, vélemény, amennyiben nincs, szavazhatunk. Aki szavazni kíván, most tegye meg. Nem lesz ünnep. Tizenegy igennel elfogadtuk az előterjesztést. Következő előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének rendeletének módosításáról. Lente Péter elnök úr. Köszönöm szépen a szót a polgármester úr. A bizottságunk az önkormányzat 2018-as évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést elfogadásra javasolt. Köszönöm szépen elnök úr. Kérdés szakasza van. Kincses László képviselő úr. Bocsánat, irodavezető. Igen, egy kiegészítést szeretnék tenni, hogy annyiban módosult az anyag a bizottsági anyaghoz képest, hogy a GESZ esetében ugye született egy testületi határozat, hogy a munkaügyi per kapcsolatos költségeket a önkormányzat átadja az intézmény részére, és ennek az előirányzatát az a pénzeszköz átadás oszlopba tüntettük fel, mikor kiküldésre került az anyag. A múlt héten viszont egyeztetés történt az intézmény és a Magyar Állam Kincstár között, és a perköltségen kívül a 9 millió forintos összeg a személyi utatások oszlopba került át. Tehát ez egy technikai jellegű módosítás. Köszönöm szépen. Kincses László képviselő. Igen, tehát mivel ez már múlt hónapi napi rend is volt, meg bizottságon is többször tárgyaltuk, talán ez az az eleme a segítő kezekhez érkezett ástruktúrált forrás, amiről még mindig van mit kérdezni. Olvasom itt a részletezésben, hogy a házi segítségnyújtásnak a szociális segítés részéről mínusz 575 ezer, tehát az állam onnan visszavon, míg a személyi gondozás részére viszont 12 millió forint többletet biztosított. Egyszerűen megáll az emberbe az ütő, hogy hogyan létezik, hogy egy tevékenység igen, belül a két rész arányaiban hogyan történhet ilyen mértékű váltás, változás. Szeretném megismerni ennek a valamilyen fajta magyarázatát, mert ezt egy erős különbségnek látom, minthogy a bentlakásos otthonnál is egy nagyságrendi 20, de akkor levonásokkal együtt 17 millió forintos többlet szerepel. Ezeknek a jogszabályi háttereit vagy intézkedési változásait szeretnénk megismerni, mert teljesen úgy érzem, hogy egy hónappal ezelőtt, hát, hogy egyszerű szavakat használjak, a irodavezető asszony ezt a tételt nem említette. Köszönöm szépen. Erik. Anita. Parancsa. Mikrofon. A házi segítségnyújtással kapcsolatban állami normatív támogatást kapunk minden szakfeladatra. Most a házi segítségnyújtás két tevékenységből adódik össze, a személyi gondozás és a szociális segítés. Az állam is, és minden arra törekszik, hogy a normatív támogatást a tényleges, valós munkára, a gondozásra biztosítsa, és itt teljesen külön válik, tehát a személyi gondozás az, ami szakfeladat, a szociális segítés, amit úgymond úgy szeretnék megmagyarázni, ami az ellátást igénybe vevő lakókörnyezetének a rendbetétele, tehát értek itt ez alatt takarítás, bevásárlás, tehát ez ilyen kiegészítő tevékenység, és ezeket tehát az állam teljesen ki akar ebből úgy vonulni, hogy nyilván tehát csak azt támogatja, és ezért van az, hogy a személyi gondozás téren magasabb normatív hozzájárulást biztosít, mint a szociális segítés terén. Nincs is annyi, tehát arányában is változott,
tehát kevesebb, jóval kevesebben igénylik, mert a személyi gondozásban, tehát azt mondja a jogszabály, hogy személyi gondozáson belül biztosítva van a szociális segítés is. És amikor a gondozási szükséglet felmérés megtörténik, mert ugye úgy tudunk felvenni ellátottat a házi segítségnyújtásba, ugye ez egy szigorú pontrendszer szerint történik, és amikor a pontrendszer szerint nem éri el azt a határt, tehát az állapota nem indokolja a személyi gondozást, akkor csak úgymond szociális segítésben részesül, de ennek az állami hozzájárulása lényegesen kevesebb. Köszönöm szépen. Kérdések szakasza. Amennyiben nincs, átérünk a véleményre. Parancsoljanak. Kincses László képviselő. A előterjesztés szöveges részét, amivel kapcsolatban gyakorta vannak fenntartásaim, egyre inkább meg vagyok győződve róla, hogy az iroda tudna ettől részletesebb anyagokat szolgáltatni, és úgy látszik, hogy a polgármester távollétében is még mindig működik a reflex, hogy leírjunk le mindent. Én például most teljesen hiányolom benne a közmunkával, startmunkával foglalkozó elemet, mint hogyha nem történt volna semmi, és olyan, mint hogyha miközben a tényfeltáró bizottság ugye tárgyalta, és nem csak hogy tárgyalta, hanem kifogásolta a startmunkánál, illetve általában a közmunkánál folyó dolgokat. Itt most egyetlen elemet hoznék csak ide, ami számomra elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan. Azt látjuk egyébként a startmunka beszámolóban, amelyeket én nem tudtam elfogadni, a többiek hajlottak rá, hogy igen, hogy bizonyos intézmények kapnak vagy vásárolnak terményeket a startmunka programból, és itt látom, csak azért, mert az imént napirend volt, hogy a tájékoztató központ igen aktív ebben a vonatkozásban, valamiért a tájékoztató központnál igen magas összegek, illetve darabszámok szerepelnek, hogy ott valamilyen fajta, feltételezem, vendéglátás jellegű dolgokra kapnak, igényelnek terményeket. Ennek a folyamata egyelőre nem átlátható, és mivel ez a dolog komplexebb annál, mint hogy csak most említést tegyek a költségvetés módosítás napirendnél, mindenképpen javasolom, hogy a következő hónapban, amikor ismételten a tényfeltáró bizottság elé fog kelni a még inkább kiegészített anyag, mert egyre minden hónapban többet kellene tudnunk róla, de azt még nem sikerült elérnünk, hogy havi bontásban kapjuk a termés eredményeket, mert az arra valahogy nincs lehetőség. Meg lesz majd egyszer, hogy napi bontás. Tehát én azt tudom erre mondani, hogy a költségvetésünk részéről beszélünk, és a költségvetésünk módosításánál erről a részről meg senki nem szól semmit. Szeretném megtudni, hogy emögött akkor mi a valós elgondolás. Köszönöm szépen, képviselő. Erika. A költségvetési rendelet módosítás ugye létszámlöökményt tartalmaz a közfoglalkoztatásban. Amit beszéltünk ugye, hogy egyre kevesebb a közfoglalkoztatott, akkor miért emeljük a létszámot. Ennek az oka, hogy évelején egy átlagos létszámot terveztünk be, és lehet, hogy az az átlagos létszám úgymond stabilan tartja magát, viszont az év elején, pontosan azért, mert az év végétől az év elejéig több képzéses közfoglalkoztatás is beindul, az év elejé létszám megnyomja azt az átlagos állományi létszámot, és ez kerül most korrigálásra. Tehát ez a létszámot tartalmazza a költségvetési rendeletmódosítás, maga a start és a közfoglalkoztatásról szóló beszámolót pedig a tényfeltáró bizottság kérte és megkapta, illetve minden képviselő megkapta, és annak a beszámolónak a alaki tartalmi elemei még most is egyeztetés alatt van, és próbáljuk a képviselő igényeknek megfelelően elkészíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, további vélemény. Kincses László képviselő. Azt azért szeretném leszögezni, hogy fogalmazzunk pontosan. Ez nem képviselői igény. Ez a képviselő testületnek kellene, hogy igénye legyen. Azért alapítottunk hosszú hónapok alatt tényfeltáró bizottságot, mert több képviselő társam, vagy a képviselők nagy többsége úgy tapasztalta, hogy információ hiányban vagyunk.
Ha pedig információ hiányban vagyunk, akkor mi magunknak is többlet energiákat kell fordítani rá, de az nem az egyéni szeszélyek, hanem egyszerűen az, hogy tiszta, átlátható viszonyokat teremtsünk. Hosszú és nehéz feladat lesz. Remélem, hogy képviselő társaim ebben aktívan fognak támogatni minden ilyen célkitűzést. Köszönöm szépen, képviselő. További vélemény, amennyiben nincs szavazási helyzet, aki szavazásban részt kíván menni, most tegye meg. Hét igen, négy tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen, 11:45 szünet.